Sziasztok! Na akkor, ahogy legutóbb ígértem, ugye befejeztük a hőtantogázokkal, és most pedig elkezdünk egy teljesen új, elég nagy témakört, az elektromágnesességet, azon belül is ugye elektromos térrel fogjuk kezdeni. Ajánlanám, hogy mindenki figyelmében, bár mondjuk az elején vagyunk, föltettem egy ilyen, mondjuk lehet, hogy nem most tettem föl, majd fel fogom tenni akkor, az elektromágnesességnek a az ilyen logikai felépítése, hogy hogy fognak egymás után jönni a témakörök, hogy fogunk haladni az nagyon speciális egyszerű esettől egészen a legáltalánosabb, legbonyolultabb esetig, amikor már változó mágneses tér, változó elektromos tér, meg minden lesz. Most az elején elektrostatikával fogunk kezdeni. Nyugvó töltések vannak, többnyire rögzített töltések, azoknak a tere, esetleg apró töltések mozoghatnak ebbe a térbe, de úgy, hogy elhanyagoljuk, hogy a teret befolyásolják ezek a pici töltések, amelyek mozognak. Nézzük is az első feladatot. Hát itt majd elég sok fogalmat meg kell beszélni. Nem tudom, hogy mennyire lesz mindenre idő, vagy hogy mennyi időbe fog ezt telni. Két kicsi, azonos méretű feltöltött fémgömb egymástól 10 cm-re 2,7 N nagyságú taszító erőt fejt ki egymásra. Ha összeérintjük, majd azután ismét 10 cm-re távolítjuk őket, akkor 3,6 N nagyságú taszító erőt fejtenek ki egymásra. Mekkora volt eredetileg a gömbök töltése? Hát nevezzük mondjuk Q1, Q2-nek. Jó. Addig be. És dugom a töltőt. Úgy is el leszünk itt ezzel egy ideig. Tehát egyes feladat, még 50% esély volt, hogy azt veszem el, amelyik már ki van fogyva. Jó, hát ez a távolság nem fog változni, ezért 10 centi. Legyen ugye F1 2,7 N eredetileg. Most már akkor hivatalosan kifogyott, mennyi a kicserélem. Jó, megint 10 centire fogjuk eltávolítani, tehát van két töltött fémgömb, de pici úgy, hogy pontszerűnek veszik őket. Különböző egyenlőre rajtuk a töltést, de amikor ugye összeértem őket, azonos méretűek, ezért az ösztöltés az fele-fel arányban kell, hogy megoszoljon, ugye két ugyanolyan fémgömbről van szó. Tehát azonosak. És utána pedig az erő 2,7 helyett 3,6 N lesz. Mekkora volt eredetileg a gömbök töltése? Taszítóerőt fejtenek ki. Na most, ha taszítóerőt fejtenek ki, akkor mondhatjuk ugye, hogy plusz-plusz, és akkor ezek taszítják egymást. De lehetne mínusz-mínusz, és akkor ezek szintén taszítják egymást. Eredetileg, ugye kettő között, akkor mást is bejelölöm, itt van ez a D távolság. D, nulla, megint D. És Q1, Q2. Na most, a számolás szempontjából most tök mindegy, mit feltételezünk, hogy két pozitív töltés van, vagy két negatív. Ugye? Tehát vegyük azt, hogy két pozitív töltés van, ez plusz-plusz mind a kettő, és akkor nem kell negatív számokkal bűvészkedni. Vagy mondhatnánk, hogy az abszolút értékét számoljuk ki a töltéseknek, ez a nagyságokat. Jó, tehát akkor hát itt hagyhatom, de akkor bekarikázom, hogy ezt csinálnánk. És akkor eredetileg F1 erőhat itt ugye, hatás ellen hatás, ha az egyik taszítja az egyiket, a másikat, akkor a másik taszítja az egyiket.
Tehát ugyanaz a F1 nagyságú erő, most nem raktam rá vektorjelet, csak az erő nagyságát, mert ugye vektoriálisan ez nem ugyanaz, hanem ellentétes, de F1 nagyságokat írtam most csak rá, tehát rendben van. Jó, és akkor miután összeérintettük, akkor már az fog történni, hogy mind a kettőn megint D-távolságon F2 erő lesz, tehát akkor így ebből következik később. Hát az összeérintést azt most kihagytam egy olyan rajzot, mindenki remélem el tudja képzelni, és akkor összesen most mind a kettőn, vagy az összes töltés az ugye Q1 meg Q2. Ha két ugyanolyan gömböt összeérítek, akkor úgy fognak átrendeződni a töltések, ugye ezek fémgömbök. A fémgömb az vezető, ez azt jelenti, hogy szabadon tudnak az anyagban mozogni a töltések, nagyobb távolságot is. A szigetelő az az, hogy csak egy picikét tudnak egy ilyen molekula méret, tehát egy pici elfordulása a molekulának annyi lehet, tehát végül is nem tudnak mozogni a töltések a szigetelőben. Tehát itt most úgy átrendeződnek szépen a töltések, hogy mind a kettőn fele-fele lesz. Na és akkor az erőnek a nagyságát mind a két esetben a Coulomb erőtörvénnyel tudjuk fölírni. Tehát két töltés közötti erő, két pontszerű töltés közötti erőnek a nagysága az ugye Coulomb állandó, ez a 9×10⁹-en, Newton méter négyzet per Coulomb négyzet, Q1×Q2 per D négyzet. Hát egyébként ezt az általános alapot, amit felírtam, erre már kapásból végül is lehet írni, hogy ez így teljesül. Tehát akkor az F1, tehát ezt akkor bekeretezem, hogy ez egy ilyen általános igazság, tetszőleges két pontszerű töltésre, aminek töltése Q1-Q2, a távolság közöttük, meg a K. Hát jó, most tegyük fel, mind a kettő pozitív, vagy akár mind, tehát hogy ez egy pozitív szám, és akkor megadja az erő nagyságát. Most ugye úgy vettük eleve, hogy mind a kettő pozitív. Tehát az F1-re akkor írhatom azt, hogy K-szor Q1×Q2 per D négyzet. Majd odaírom, hogy mennyi ez az F1, és a másikra pedig F2 egyenlő K-szor Q1 meg Q2 per 2, és akkor ez az egyik töltés, a másik töltése meg ugyanennyi. Tehát akkor ennek a négyzete kell. Így néz. Jó. Most akkor ebből ki tudom számolni, hogy mennyi a kettőnek az összege. Tehát a Q1 meg Q2. Például elindultok úgy, akkor az egyiket, mondjuk a Q2-t, azt ki tudom úgy fejezni, hogy az összeg mínusz a Q1. És akkor már csak egy ismeretlen lesz ebbe. Jó, tehát írjuk föl, hogy F2 D négyzet egyenlő K-szor Q1 meg Q2 per 2 a négyzeten. És akkor hát rendezzük a Q1 meg Q2-re, még folytassuk a rendezkedést. Tehát akkor a Q1 meg Q2 négyzeten 4-jel kell átszorozni és K-val kell osztani.
Majd a végén vonok akkor egy gyököt, ha már ezt kiszámoltam. Tehát 4-szer az F2 az 3,6 newton. A D az 10 centi, tehát akkor ez 0,1 méter a négyzeten. És akkor itt van ez a 8,99, mondjuk azt, hogy 9-szer 10 a 9-en newton méter négyzet per coulomb négyzet. A newton, newton kiesik, méter négyzet kiesik, és marad a 1 per coulomb négyzet, aminek majd gyökét veszünk, tehát coulomb. Nagyszerű, akkor a két töltés összegére, mert ezt úgy számolgatni nem tudok, mert ott a gépem, de ez ki van számolva előre, 4x10 a mínusz hatodikon, ha jól helyenézem. Oké. És akkor ez szépen fel lehet használni. Tehát itt akkor folytatom. Hát ezt rendezzük át, és akkor ide meg csak a kulcsok fognak kerülni. Tehát majd egyszer ki is számoljuk, hogy ez mennyi. Tehát F1-szer K-szor F1 per K-szor D négyzet, igen, az egyenlő Q1-szer Q2. Na és akkor írjuk azt, hogy a Q2 az 4x10 a mínusz hatodikon coulomb mínusz Q1. Hát nem, mert ugye a kettő összeg ennyi, akkor ezt átviszem mínusszal, és akkor megkapom a Q2-t. Tehát akkor ide meg úgy írhatom, hogy ez akkor Q1 szorozva 4x10 a mínusz hatodikon coulomb mínusz Q1. Így néz. Jó, nem tudom, hogy ez ki van-e valahol számolva itt nekem. Háromszor 10 a mínusz 12. Igen. Háromszor 10 a mínusz 12-en. És akkor most a mértékegységeket lehagyom, hát coulombra fog kijönni, azért ne kell olyan sokat írni, akkor itt pedig van egy Q1-szer 4-szer 10 a mínusz hatodikon mínusz Q1, és akkor ezt szét lehet szépen bontogatni, akkor itt van ez a konstansunk, itt lesz az első rend, és van egy mínusz Q1 négyzet. Ezt akkor szépen átrendezzük nullára, ugye egy másodfokú egyenlet. Q1 négyzet, ez idejön, ez is átmegy akkor mínusszal. Mínusz 4-szer 10 a mínusz hatodikon szor Q1, és plusz 3-szor 10 a mínusz 12-en egyenlő nulla. Na, kaptunk egy ilyen másodfokú egyenletet. Minusz B, ugye akkor az 4-szer 10 a mínusz hatodikon, plusz minusz gyök alatt 4... B négyzet, ugye ennek a négyzet, minusz 4AC. Jó, hát nem tudom, most ezt leírja meg. Szerintem inkább csak a végeredmény. Tehát bejelölöm, hogy ugye itt van akkor a B, az A az 1, a C az meg ez. És akkor így szépen ki lehet számolni a két megoldást. Most a Q1-re 3-szor 10 a mínusz 6 jön ki. Na, mindegy, inkább fölírom, hogy lássuk ezt, hogy hogy jön ki szépen a két megoldás, aztán meg azt is meglátjuk, hogy ez mit jelent. Inkább letörlöm, hogy lehet, hogy kimennek a képből. Ez már úgyse fog kelleni.
Tehát Q1, 1-2, ugye? Tehát, hogy erre a Q1-re is két megoldást várunk, hogy a másodikhoz az egyenlet. Minusz B, tehát 4×10⁻⁶. B négyzet, akkor ez 16×10⁻½, mínusz 4-szer ez a C, tehát akkor mínusz 12×10⁻½, és osztva 2-vel. Ez akkor ugye 4×10⁻½, de mondjuk már egyből gyököt ebből a 4×10⁻½, úgyhogy az 2×10⁻⁶. Per 2, és akkor ide írhatom alá, hogy a Q1-nek az egyik, hát inkább akkor írom úgy, hogy A, B, vagy nem tudom, mindegy, most már 1, Q1, 2, az jön ki ugye, hogy a, hát elhozhatom 2-vel, tehát akkor 2×10⁻⁶, mínusz 1×10⁻⁶, ugye akkor az 1×10⁻⁶. Kulomb. Vagy 2 meg 1, ugye elosztottam 2, az 3. Na most láthatjuk, hogy ennek a kettőnek az összege az 4×10⁻⁶, aminek lenni kell, ugye, ez az összege a kettőnek. Azt kiszámoltuk az előbb a piros, amit letöröltem abból. És na most az, hogy az egyes töltésre két különböző lehetőség jött ki, hát világos, nem? Nem mondtuk, hogy melyik a kisebb, melyik a nagyobb. Lehet az is, hogy az egyes töltés a 10-6 és a kettes a 3×10⁻⁶. Vagy lehet az, hogy az egyes töltés a 3×10⁻⁶, és a kettes töltés a 1×10⁻⁶. Tehát végül is, ha egyes az ez, akkor a kettes az ez, ha meg az egyes az ez, a kettes meg ez, tehát hogy a kettő összege annyi legyen, amennyi 4×10⁻⁶. Jó, tehát pontszerű töltések között ez a Coulomb erőtörvény áll fent, ez a K, Coulomb állandó. Ez azt mondja meg, hogy milyen erős a kölcsönhatás, vagyis két egységnyi töltésű, egy méterre lévő töltött test között hány newton erő hat. Ezt mondja meg. Jó, na ezt akkor le is törlöm. Nézzük a következőt. Hát nem tudom a töltésről, hogy kell-e beszélnem. Ugye az a tulajdonsága az anyagnak, hogy milyen mértékben vesz részt az elektromos kölcsönhatásban. Kétféle van, és egymást ki tudják ejteni, ezért aztán adódott, hogy ha két különböző dolog egymást tudja semlegesíteni, akkor miért neveznénk el egyiket pozitívnak, a másikat negatívnak, és akkor a pozitív és negatív számoknak megfelelően a kétféle töltés az ugye ki tudja egymást ejteni. Akkor így lett pozitív meg negatív töltés. Nézzük, hogy pont most, hát ilyen nincs. Egy 3 cm oldalhosszúságú négyzet két átellenes csúcsába Q=10⁷ Coulomb töltéseket, egy másik csúcsába, csúcsba pedig Q töltést helyezünk. Mekkora töltést rakjunk a negyedik csúcsba, hogy a kis Q töltésre ható eredő erő nulla legyen. Tehát nem adják meg a kis Q töltést, ezért azt gyanítjuk ugye, hogy tök mindegy, hogy ő mennyi, ugyanúgy nulla lesz neki az erő. Na nézzük, majd rajzolok mindjárt egyet.
négyzet oldal hosszúsága ugye A. Ezt a nagy Q-t ezt megadják, hogy 10 a mínusz 7-en kulomb, két átelmes csúcsba, akkor be is rajzolom, így mi, A. Rajzolom pirossal, mert általában ugye pozitív töltést azt pirossal jelölik, a negatívat meg kékkel. Semleges zölddel, vagy mikor mivel, Tofi mi van. És akkor a kis Q töltést azt ide rakjuk a kis Q töltést a... Hát mivel azt mondták, hogy kis Q, azt nem mondták, hogy legyen az is pozitív. Így mi. És milyen töltés legyen mondjuk Q4 a... hogy a negyedik csúcsban milyen töltést kell helyezni. Na most, hát milyen előjelű kell, hogy legyen az utolsó, a negyedik? Hát nézzük meg eddig, hogy ezek milyen előtt fejtenek ki. Ugye tudjuk, hogy egynemű töltések, tehát plusz-plusz vagy mínusz-mínusz taszítják egymást, ezt már az előbb is láttuk. Akkor ezt előre mondjuk zölddel. Ez a töltés egy ilyen erőt fog kifejteni, legyen mondjuk F a nagysága. Így. Mivel ez ugyanakkor a töltés, és ugyanolyan távolságra is van a kis Q-tól, mint ez, ezért ugyanakkor a taszító erőt fog ő is kifejteni, mégpedig ugye ez az egyenest kell meghosszabbítani, és szintén F erőt fog kifejteni. Na most, itt van nekünk az utolsó töltésünk, ennek a kettő erőnek az eredőjét már egyből mondjuk föl is írhatom akár, ugye, ilyen paralelogramos szerűen összeadom, de most mivel ugyanolyan hosszúak, ezért ez lesz az eredő. Így. És mivel ugye ez egy négyzet, ezért ez gyök kettőször F. Ezt kellene kiejteni ugye a Q4-nek, amit ide helyezek. Hát valószínű, akkor ugye vonzania kell, tehát ennek negatívnak kell lennie mindenképpen. Így. És akkor a Q4-et azt írhatjuk úgy, hogy mondjuk mínusz C-szer Q. Kihangsúlyozva, hogy valamennyiszer akkora, mint a megadott töltés, ez a 10 mínusz 7, de negatív. Tehát ez a C, akkor ez eleme pozitív számoknak. Hát lehet, hogy most ezt túlbonyolítom, fölgyattam volna eleve az egyenletet, úgyhogy rakok egy mínuszt direkt. Na és akkor ennek az erőnek ugye ugyanolyan nagynak kell lennie, mint ez a gyök kettőször F, csak ellenkező irányba. És akkor ez az erő adja ezt, hozzá még ez, akkor ez pont kiejti, mert ugye ellentétes irányú és egyforma nagyságú. Tehát akkor írkáljuk föl ezeket a különböző erőket. Nézzük először, hogy az F az mekkora. Két töltés közötti erő, ugye kulomb állandó, szorozva egyik töltés, szorozva másik töltésben a távolság négyzete. Tehát K-szor egyik töltésszer másik töltés távolság négyzete az ennyi, meg itt is. És a gyök kettőször F-nek, hát írom úgy, hogy az F4 akkor jó, hogy azt hogy kell felírni, ennek kell egyenlőnek lennie ugye a gyök kettőször F-fel. Nagyságát tekintve legalábbis ugye, ellentétes irányú, de most itt úgyis csak a nagyságok vannak írva. K-szor Q4-szer kis Q per mit akarok? Ja, ez a távolság kell,
ennek a négyzete, ugye mivel ez egy négyzet, ez gyök kettőször A, a távolság négyzete akkor kétszer A négyzet. Na, oké, akkor ide kell egy abszolút érték, hogy jó legyen, mert most biztosan ez a Q4, ez biztosan negatív, úgyhogy ha elkezdeném itt összeszorozgatni, akkor ugye nem jön neki pozitív szám, már pedig egy erőnek, ha a nagyságát írom föl, az nem lehet negatív. Ezért most ezt mindenképp így kell írni. Jó. És akkor az abszolút érték az azt jelenti, hogy ezt akkor mínusszal kell írni. Tehát tovább írhatom, a Q4-nek a mínuszát beljettesítem akkor, hogy C-szer Q. És akkor ezt a C-t majd mindjárt meghatározom. Na, akkor ennek, ami most már pozitív, tehát rendben van, F4-nek, egyelőre kell lenni ennek a gyök kettőszörösével. Írtam volna már erre úgy, hogy beírom ezt, aztán én vigyeztek egy mínuszt, mert tudom, hogy ellentétes. Vagy akár kiszámolom, nem tudva semmiről, kijön egy szám, és pozitív, azt mondom, hogy hát de nem pozitív, mert negatív, mert tudom, hogy ellentétes, akkor végén odaírom, hogy egyébként meg mínusz. Most csak nem akartam úgy csinálni, hanem a korrektül szeretném, hogy ne kelljen ilyen módon mesterségesen utólag módosítani. Oké, tehát ez akkor K-szor C-szer Q szer kis Q per 2A négyzet egyenlő gyök kettőször K-szor, hát igen, egy csomó dolog mindjárt egyszerűsödni fog, de hát azért jó, a négyzet. Akkor ez az egyszerűsítő tolla, K-val egyszerűsítünk, Q-val kis Q-val egyszerűsítünk, A négyzettel is egyszerűsítünk. Most tudom, hogy mi marad. Hát itt egy C per 2, úgy látom. Itt pedig semmi más nem marad, csak a gyök 2. Ezért aztán a C az 2-ször gyök 2. Ezt akkor tovább írva, még talán idefér, a Q4 ugye mínusz C-szer Q, tehát mínusz 2-szer gyök 2-ször Q, vagyis mínusz 2-szer gyök 2-ször 10 a mínusz 7-en kulomb. Na most, ha valakit ez érdekel, hogy mennyi, az 2,83. Így né. Hát nem tudom, mennyi pontot vonnának le azért, ha valaki a mínuszt lehagyja, de azért jobb nem lehagyni, ha lehet. Tehát akkor ellentétes és ekkora. Jó? Tehát ugye egyensúlyban van itt ez a töltés, ezért a ráható erők eredőjének nullának kell lennie. Egy ilyen erő, egy olyan erő. Mivel négyzet, hál' Istennek a szimmetria miatt, ennek a kettőnek az eredője az pont az átló irányába hat. Ezért aztán ez, ami csak átló irányú erőt tud létrehozni, ki tudja ezt ejteni. Hogyha ez egy téralap lenne, és ennek a kettőnek az eredője ugye nem lenne az átló mentén, meg hát különböző nagyságú is lenne, ugye az oldalak nem egyeznének, akkor ez nem működne ez az egész, de ilyen négyzetnél szerencse. Na most, ez itt pont egy lehetőséget ad arra, hogy vezessük szépen az elektromos térerősségnek a fogalmát. Az, hogy ide tök mindegy milyen töltést rakhatok, és nulla lesz a ráható erő, ez azt jelenti, hogy töltéstől függetlenül ott a térnek megvan az a tulajdonsága, hogy nincs.
mert ugye bármilyen töltést rakok oda, mind arra a tő. És ezt a tulajdonságát az elektromos térnek, vagy a térnek, ezt az elektromos tulajdonságát, ezt hívják úgy, hogy elektromos térősség. Nagyságát tekintve az a számérték, ami egy egységnyi pozitív töltésre, vagy egy egységnyi töltésre kifejtett erő, tehát ha odarakok egy próbatöltést, hogy megnézem, hogy milyen a tér, akkor ha egységnyi nagyságú ez a töltésem, akkor pont akkor elő fog állhatni, mint az elektromos térerősség, és az iránya pedig olyan, mint amilyen a pozitív töltésre ható erőnek az iránya. Tehát végül is ez magának a térnek a tulajdonsága, mert ha odarakok vagy nem rakok oda egy töltést, ez akkor is jellemzi a teret, és úgy kell kiszámolni, hogy a valamilyen kis Q próbatöltésre ható erőt el kell osztani a Q-nak az értékével. Nem simán a nagyságával, mert ugye ha negatív, akkor ez az erő, ez minusszal kell osztani, és akkor ellentétes ugye az erő, meg a térerősség. Tehát egy elektronra ugyanaz a tér ellentétesen hat, mint egy protonra. Jó? Tehát mindig a pozitív töltést kell nézni. Ha a próbatöltése nem talán negatív, akkor ugye ezt észben kell tartani. Na mit jelent az, hogy próbatöltés, hogy ez valami speciális, valami különleges töltés? Hát nem különleges, csak annyi, hogy azt vizsgálom, a ráható erőt. És akkor ugye van a többi töltés valahol rögzülve, amelyek létrehozzák ezt az elektromos teret, sok-sok töltés, vagy egy töltés, egy ponttöltés, vagy akármilyen töltés, valahol egy pontban létrehoznak elektromos teret, például itt ez a három, négy kiejtik egymást, de mondjuk máshol nem ejtenék, és akkor, amit én oda teszek, például itt most ezt a kis kút, azzal próbálom, hogy milyen ott a tér, vagy éppen nincs. Jó? Na és akkor ebből következik, hogy az elektromos térerősségnek a mértékegysége az newton per coulomb. Tehát végül is az egységi töltésre jutó erő, egyszerűsítve. Már itt előre szaladok, hogy lesz neki egy olyan mértékegysége is, hogy volt per méter, ezt pedig úgy lehet felfogni, hogy az egységi hossz mentén eső feszültség, ami majd mindjárt lesz egy kicsit később. Jó, na haladjunk akkor, mert 8-ra otthon kell lenni. Az A és B pontokban azonos nagyságú pozitív töltéseket rögzítünk. Milyen? A köztük ható elektrostatikus erő 0,036 newton. Mekkora és milyen irányú a térerősség a C pontban, ha DAB egyenlő 0,5 méter és DBC az 1,5 méter. És akkor itt látható ez a három töltés, nem, két töltés is a C pont, ugyanakkora pozitív QQ az A és B pontban, megvannak a távolságok, és a térerősséget kell számolni. Jó. Adatok. Elektrostatikus erő 0,036 newton. Hát ezt coulomb erőnek is hívják. C pontban kell a térerősség, mekkora és milyen irányú? Hát akkor úgy írom, hogy így. Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a nagysága kell, hogy mekkora, hanem itt van rajta ez a vektorjel. Ez azt jelenti, hogy mit vektor érdekelne engem ez a mennyiség, vagyis az iránya is kell. Hát, vagy megadhatom ugye, vagy megmondom, hogy ennyi és erre,
vagy megadom szépen a három komponensét, hogy x, y, z, vagy más koordinátorrendszerekben a komponenseit. DAB az 0,5 méter, és DBC az 1,5 méter. Jó, és akkor rajzolok A pont a fölül, B pont, itt még töltés is van, ugye akkor pirossal, hogy QQ. Igen, és messzebb egy kicsit, itt van akkor ez a C pont. Itt kell nekem a térerősség. Na, a térerősségnél ugye azt mondtam az előbb, hogy ez a próbatöltésemre ható erő osztva a próbatöltésnek a nagyság értékével. Hogyha most két ponttöltésem van, egy nagy Q, amely az adott pontban létrehozza a teret, és a kis Q, amelyet vizsgálok. Természetesen a kis Q is visszahat a nagy Q-ra, de most ez nem érdekel engem. Ezért aztán két ponttöltés között ugye a Coulomb erőtörvény alapján felírhatom, hogy K-szor nagy Q-szor kis Q per D négyzet, hogyha D ugye a távolság ugye általánosan van, amikor erre írják, hogy R négyzet, most legyen D. És akkor ezt el kell osztani ugye a kis Q-val. Na most itt jön az érdekesség, ugye mivel kiosztom ezt, tehát az erő az arányos a próbatöltéssel is, meg a másik töltéssel is. Hát direkt úgy van definiálva ugye a töltés, hogy mennyire vesz részt az elektromos kölcsönhatásban a testtel. Még jó, hogy függ tőle, az, hogy még arányos is, az, hogy még duplán jó. És ha ezt leegyszerűsítem, akkor kapok egy olyat, hogy K-szor Q per D négyzet. Tehát ezt is érdemes megjegyezni, hogy egy Q ponttöltés maga körül olyan elektromos teret hoz létre, melynek térerőssége Igen, én ezt akartam magyarázni, hogy ilyet ne csináljon senki. Aztán tovább írtam, tehát hogyha én most egy nagyságot akarok a végén, akkor ezt nem írhatom úgy, hogy vektor, vektor, aztán még nincs vektor. Tehát akkor most csak a térőség nagyságáról iratkoztunk itt. Az iránya pedig olyan lesz, hogy milyen irányú erő hatna ott a pozitív töltése. Hát mit csinál egy pozitív ponttöltés a többi töltéssel, hogyha azok pozitívak? Taszítja őket, ugye? Tehát sugár irányban kell, hogy mutassanak ezek a térerősség vonalak így kifele. Az, hogy milyen sűrű vannak a vonalak, ezt így gömbként kell érzékelni, vagy elképzelni, hogy így minden irányban, mert a tér háromdimenziós, tehát amilyen irányba tud terjedni ugye az elektromos tér, akkor arra fog. Tehát három dimenzióban ilyen gömbként kell elképzelni. Na most, az az egyik dolog, hogy minden pontban a térerősség iránya az 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 irány, amelyre ott az erővonalak mutatnak. Tehát ez így még megy tovább, nincs vége. Így. Ezek az erővonalak. Tehát szépen sugárirányban. Na most észre lehet venni, hogy itt nagyon sűrűn vannak ezek az erővonalak, ahogy megyek kifele, meg egyre ritkulnak. Egységi felületre hogyan csökken az erővonalak száma? Hát ahogy a gömb felület növekszik, ugye a gömb az úgy néz ki, hogy 4R négyzet pi. Vagyis, mivel a gömb felülete R négyzetesen növekszik, ahogy a sugár növekszik, ezért a vonalaknak a sűrűsége meg 1 per R négyzetesen csökken. Ezért van az, hogy a távolság négyzetével csökken az elektromos térerősség is, ennek hatására az erő is. Oké? Ez az, hát természetesen a negatív a töltés, akkor mindenki mindenhol befele mutatnak ezek az erővonalak. Vagyis hát a tér. Tehát a tér, az erővonalak azok mindig egy töltésről indulnak, vagy egy töltésen végződnek. Ez
ezek a térerősség, az elektromos térerősségnek a, vagy elektromos térnek a forrásai. A pozitív, az pozitív forrás, az arra indul, a negatív, az meg a nyelvő jött, a negatív forrás, azon végződik. Jó. Na most, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogyha nem egy töltés hozza létre a teret, hanem kettő, akkor az egyik által létrehozott tér, az függetlenül hozzáadható vektoriálisan a másik által létrehozott térerősséghez. Ezt hívják szuperpozíció elvének. Mert ha oda képzelek egy próbatöltést, ugye az egyik az hatna rá valahogy, a másik az hatna rá a másik módon. Ugye a Newton negyedik axiomája szerint ugye össze lehet adni az erőket, és akkor az eredő erő az minden szempontból ugye ezeknek a vektori eredője ez helyettesíti ugye a sok különféle erőt. Mivel mindegyik erő arányos a ponttöltéssel, ezért ha a ponttöltés, a próbatöltéssel lehoztunk, akkor azt kapjuk végül is, hogy a térerősségek összeadódnak. Tehát ennek a térerőssége itt, meg ennek a térerőssége itt szépen egyenként kiszámolható és összeadható. Hát az előző feladatban végül is a térerősségek helytették ki egymást, és azért kaptunk ugye nullát a sarokba. Jó, de először is ki kéne számolnunk a Q-t. Ehhez felhasználjuk ezt az erőt. Megvan nekünk itt ez a DAB távolságunk. Itt van a DBC. Úgyhogy e kettő töltés között ezt a taszító erőt, most mindegy, hogy taszító vagy nem, megadták ugye a nagyságát, ezt szépen ki tudjuk számolni, hogy fel tudjuk írni, és ebből kiszámoljuk a Q-t. Tehát F egyenlő K-szor Q1-szer Q2, vagyis Q-szor Q, vagyis Q négyzet, és akkor DAB négyzettel kell osztani. Egyik töltés, másik töltés, távolság, négyzet és a Coulomb állandó. Jó, innen akkor kifejezzük a Q-t, DAB négyzettel felszorzok, és a K-val leosztok, és a végén kell vonni egy gyököt. Vagyis gyök alatt F per K szer DAB. Ugye itt ez gyököt vonhatok belőle, a négyzetem van. Jó, ide írom, hogy oda majd tudjam a többi dolgot írni. Az F az 0,036 newton, ez pedig 9×10⁹ newton méter négyzet per coulomb négyzet, ennek kell a gyöke, és szorozva a 0,5 méterrel. Hát a méter, newton kiesik, méter kiesik, 1/1 coulomb négyzetnek a gyöke az coulomb, tehát rendben leszünk. És akkor a töltésre 10⁻⁶ coulomb jön ki. Tehát pontosan egy, ezt úgy hívják, hogy ugye egy milliomod coulomb, ez az egy mikrokulomb. Ez sokszor elő szokott fordulni, úgyhogy nem árt tudni. Sőt kell, a milliárdod, ugye a 10⁻⁹-en az lenne a nanokulomb. N is ember jelölve. Rendben. Na most, ez az A, ugye kifele mutató teret hoz létre, tehát ez lesz az A-nak a hatása. Ez messzebb van ugye a C ponttól, mint a másik, és ugyanakkor a töltés, tehát a másiké az nagyobb térerősség lesz, így. Ez emiatt. És akkor mennyi lesz az eredő? Hát szépen össze kell ugye adni ezt a két vektort. Na most általában két vektor összeadásához ugye ilyen paralelogrammát kell rajzolni, és akkor ott szépen kiszámolni. Legáltalánosabb esetben kéne venni, ki kéne számolnom a komponenseket, ugye, és akkor x-et, x-el, y-t, az y-nal, az z-t, az z-vel az adnám össze. De ebben a szerencsés esetben, mivel ugye ezek egyirányú vektorok, ezért az összegük az simán a hosszaknak az összege lesz. Tehát én egymás után rakhatom őket
és akkor ez lesz az eredő. Ez mindig felírható így vektorosan, hogy mint vektorokat összeadom őket, csak ugye nem mindig írhatom, hogy ennek a nagysága az ennek meg ennek a nagysága. Tehát itt most az eredő térőség nagysága az tényleg egyenlő lesz a két nagyság összegével. Ugye ha ellentétesek lennének, akkor pont ki kéne vonni. Ha merülegesek lennének, akkor egy Pitagórasz kéne csinálni, hogy a nagyságát megkapjam a két merülegesnek. Ha ilyen random szögből lennének, akkor kéne komponensenként is, vagy ilyen koszinusztétellel számolni, vagy ilyesmi, és akkor bonyolult lenne, de most könnyű. Jó, akkor számoljuk ki az EA-t, hát majd nem írjuk egyből az összeget, az jól van. Tehát, hogy lesz az EA? Ezáltal, a ponttöltés által ebben a távolságban létrehozott térőségnek a nagysága, az úgy fog kinézni, hogy K-szor Q, ugye ez ugyanaz, per távolság négyzete. Na most ez a távolság, ez ennyi, tehát AB meg BC, össze kell adni. Hát majd amikor beírom a számokat, már nem lesz ilyen bonyolult egyébként, mert most többet kell így írnom, mint a számokkal, ugye két méter, az jó van. Plusz K-szor, másik Q, és akkor ennek a távolsága pedig csak a másfél méteres DBC. Ennek a négyzete. Na, akkor amit lehet, emeljük már ki. K-szor Q-t azt ki lehet emelni. Úgyhogy a következő körben, amikor ezt írom, hogy már írom fel a számokat, akkor ezt a K-szor Q-t ezt külön leírom, és majd zárójelezek. Tehát 9x10 a 9-en Newton-méter négyzet per Coulomb négyzet, szorozva 10 a mínusz 6-on Coulomb, ugye ez levesz innen akkor H6 nullát, úgyhogy akkor már csak 9000. Jó, és akkor ide írom a 2 méternek a négyzetét, akkor az 4 méter négyzet, ez a kettő szöge az annyi volt, igen. És akkor még hozzáadom az 1 per, ez meg akkor csak a másfél méternek a négyzete. Az 2,25. Annyi. Jó, akkor ez 9000, várjunk már, itt kell egy kulon. Igen, és akkor Newton per négyzetméter kiesik, Newton per Coulomb lesz, ugye az jó elektromos térőségnek, tehát az egységi töltésre jutó erőnek a nagysága. Erre az ére az jön ki, hogy hát ezeket beírva 6250. Így. Tehát 9000 szorozva 1/4 meg 1,25, hát ezt bővíteni kéne ugye négyszeresére, akkor az 4,9-ed, meg 1/4, azt is bővítek a 36-ot, hát egy tudom, bepötyögni lehet, hamarabb megvan. Jó, tehát elektromos térőségek a fogalma, szuperpozíció, hogy egyes ponttöltéseknek a tere simán összeadható vektorokként, vagy kiejtik egymást, előfordulhat, vagy valahogy összeadódnak, vagy erősítik egymást, vagy gyengítik, vagy valami teljesen más erő, más irányt adnak, ugye, hogyha nem egy irányba mutatnak. Ez az egyik dolog, meg a, ugye a vektor mennyiségnek, hát az irányt azt ugye megbeszéltük, hogy arrafele, vektor mennyiségnek, meg a skalár mennyiségnek a különbsége. Tehát ugye nem írhatom azt, hogy mondjuk E vektor egyenlő 6250 Newton-méter. Esetleg úgy írhatnám, hogy ha azt mondom, hogy ez az X tengely, akkor E egyenlő 6250
mikrofonot is kiavítom, nem szól senki. Most nehéz. Jó, tehát ez ugye az x irányú egységvektor. Rendben vagyunk, ugye megvan az irány. Vagy így, hogy azt mondom, hogy feltételezve, ugye, hogy már van egy koordinátarendszeren, x, y, z, vagyis az i, e, k bázisvektorok kijelölik az irányokat, és akkor mondhatom, hogy nem adom meg csak a komponenseket, ugye x komponens ennyi, és a többi meg 0-0. Jó, tehát minél hamarabb megszokjátok, hogy ne kelljen majd az oktatónak olyat látnia, hogy össze-vissza vannak vektorjelek random, aztán meg csak egy szám, annál jobb. Tehát a skaláris vektormennyiségek közötti különbséget majd emlékezzünk rá. Oké. Okay. Tehát az elektromos tér forrásai a töltések. Az erővonalak töltésekről indulnak, ha pozitív, és töltéseken végződnek, ha negatív. Mivel az erővonal iránya, ugye érintő ilyen, ha érintőt odahúzunk hozzá, még ha egy görbül is, ha sok töltés van, mindig az elektromos tér irányát adja meg. Tehát ha mondjuk egy mondjuk így van az erővonal, mert több töltés hozza létre, és akkor ugye torzítják egymás felé, akkor ebben a pontban, ja, igen, hogy azért az irányítottságát azt azért bejelöm, hogy arra, hogy ebben a pontban ide kell húzni egy érintőt, és akkor azt mondom, hogy ebben a pontban erre mutat az a térerősség, jó? Tehát ugye a térerősség vektor maga az nem görbül, hanem az érintője irányába. Na és akkor, mivel minden egyes pontban ez az erővonal megadja a térerősség irányát, ezért még hogyha több töltés is van, és akkor azért torzulnak ezek az erővonalak, soha nem keresztezhetik egymást, mert akkor a keresztezés pontjában ugye nem lenne egyértelmű, hogy most akkor ott merre felé mutat a térerősség, tehát olyan nem fordulhat ez. Na, haladjunk. Jaj, egy 0,4 méter sugarú fémgömböt 5×10⁷ kulomb töltéssel látunk el. Mekkora az elektromos térerősség a gömb középpontjától 0,3 méterre, 0,4 méterre, 0,5 méterre? Még nincs ellenállás, úgyhogy használhatom a sugár lesz a nagy erre. És a töltése pozitív 5×10⁷ kulomb. Az elektromos térerősséget kell meghatározni. Mekkora, tehát vektorjel nélkül írom, de hát pozitív, tehát kifele mutat, ha van. És akkor 0,3 méter, hát legyen ez mondjuk akkor az R1, vagy RA, mindegy most már, R2 az akkor 0,4 méter, és az R3, vagy RC, az 0,5 méter. Tehát, az első az belül van, nem mondják, hogy tömör vagy üreges, de mindegy is. A töltés akkor is a töltés akkor is a külső felületen fog elhelyezkedni. Így.
Mégpedig, ha gömbről van szó, ugye, akkor teljesen szimmetrikusan, mert ez gömb azért gömb, meg gömb szimmetrikus. Tehát a töltés-eloszlás az a gömbfelület mentén szimmetrikus. Miért így helyezkednek el a töltések? Hát ugye ugyanolyan pozitív-pozitív töltések taszítják egymást. A fém az meg vezető. Ezért könnyen el tudnak benne mozdulni a töltések. Na most, ha taszítják egymást is el tudnak mozdulni, akkor egyértelmű, hogy olyan messze próbálnak egymástól kerülni, amennyire csak lehet. Tehát így szép taszítják egymást, viszont kilépni meg nem tudnak. Ezért aztán a külső felületen fognak fölhalmozódni, vagy felsorakozni. Emiatt, hogy a külső felületen vannak a töltések, meg amiatt, hogy ugye beállt most itt nekünk már egy egyensúly, ha tömör a gömb, akkor belül nem lehetnek töltések, nem lehet térerősség, ugye, mert akkor az ellentmondan annak, hogy egyensúly van, mivel el tud mozdulni a töltés, hogyha lenne belül töltés, akkor az gyorsan elmozdulna. Meg ha lenne belül térerősség, akkor az gyorsan el tudná mozdítani a töltéseket. Ugye most plusz töltésre gondoltam, hogy még a fényben ugye a delokalizált elektronok, amik tudnak vándorolni természetesen az atommagokban, meg a lezárt elektronhéjban, ott vannak a pozitív, meg negatív töltések. Itt most de azok ugye együtt egy semleges atomot adnak. Itt most a plusz extra töltésekről van szó. Na, tehát akkor bármilyen üreges vagy tömör fém belsejében a térerősség az nulla. Ugye így működik a Faraday kalitka, hogy ha körbevesszük az adott térrészt egy zárt, nem is kell, hogy feltétlenül tömör legyen ugye a gömb felület, lehet ugye ilyen hálószerű, akkor is igaz lesz az, hogy még ha van is kívül tér, akkor azt a Faraday kalitka ugye el fogja szigetelni ezt a belső részt, tehát belül mindenképp nulla a térerősség. Tehát E1 az nulla. Na most a B esetben ugye az E2, ugye belül nincsen tér. A felületen már ugye ott vannak a töltések, és kifelé nyugodtan lehet térerősség, mert arra úgyse tudnak elmozdulni ezek a töltések, tehát itt akkor nincs ellentmondás. Viszont a felületen, a fény felületén, még akkor is, ha nem ilyen szép gömb, mindenképpen igaznak kell lennie annak, hogy a térerősség az merőleges kell, hogy legyen a felületre. Miért? Mert hogyha ugye rendben van, hogy a felületből kilépni nem tudnak a töltések, tehát erre felé hiába nyomja, képzeljen el mindenki egy jégkoromba ugye a korongot, hogyha így rányomjuk a jégre, akkor ugye belemenni nem fog. De hogyha mihez van egy picike oldalirányú komponense az erőnknek, akkor abban az irányban már mindjárt el tud mozdulni. Tehát hogyha ennek a térerősségnek lenne oldalirányú komponense, ezt tudják, hogy tangenciális, ugye, tehát a felülettel párhuzamos, az érintővel párhuzamos, érintőirányú komponense, nem pedig csak ilyen sugárirányú komponense most, de ugye ha nem ilyen gömb lenne, akkor nem sugárról beszélnék, hanem valamilyen random irány. A lényeg az, hogy merüleges legyen a felületre. Tehát ha lenne olyan komponens, ami párhuzamos a felülettel, akkor a felület mentén elmozdulnának a töltések, és akkor az ellentmond azzal annak, hogy beállt egy szép egyensúly. Még akkor a rendeződésnek a periódusában lennénk. De ami egy ideális vezetőnél meg ugye végtelen gyorsan elvileg végbe megy, természetesen ha nem ideális vezető, akkor meg valamennyi idő alatt. Tehát ilyen mikroszekundumban nem tudom. Oké. Na most, azért, mert ez egy szép gömb, gömbszimmetrikus, ha a felületen vagyok, vagy kívülről, akkor a gömbszimmetrikus töltéseloszlás által létrehozott tér, a szimmetria miatt pont úgy jön ki, hogy sugárirányú lesz. Tehát úgy viselkedik ez a töltött gömb, mintha az összes töltése a középpontban lenne. Hát ugye ezt már láttuk, ugye a bolygóknak gravitációs tere, mivel gömbszimmetrikus a tömegeloszlás, kívülről nézve úgy is elkedik, mintha a teljes tömeg a közepén lenne. Nem veszem észre, hogy ott egy bolygó van, nem egy fekete lyuk, egészen addig, amíg a
messzebb vagyok ugye, mint a bolygónak a sugara, és az ehhez tartozó távolság, mondjuk egy feketelyük esetén, akkor veszem észre a különbséget, hogy a bolygónál megütközök a felületnek és nem tudok közelebb menni, a feketelyüknál meg teljesen közel tudok menni, és akkor, amikor már a bolygó sugártól közelebb vagyok, akkor ott még tovább nő a gravitáció. Na, itt pedig akkor kívül úgy számolhatok, hogy ez egy ponttöltés itt a közepén, ezért aztán K-szor Q per R2 négyzet lesz ez, a C-ben pedig K-szor Q per R3 négyzet. Kilencszer tíz a kilencediken newtonméter négyzet per kulomb négyzet, szorozva 5×10⁻⁷ kulomb per 0,4 méter a négyzeten. Hát itt most ugyanezt le kéne írnom, csak itt 0,5 méter a négyzeten, most hagyd leírjam már le. Jó, és akkor ami kijön, az 28125 newton per coulomb, itt pedig 18000. Tehát ez ugyanaz, egyedül 0,4 méter helyett 0,5 méternek a négyzetét, ugye nagyobb számot írok be, négyzettel velem, és azzal osztok, ezért aztán többel osztva kisebbet fogok kapni mindig. Tehát a legnagyobb térerősség ugye itt lesz a felületen, aztán ahogy egyre távolodok, egy per egynézetesen csökken. Tehát ha ábrázolnám, ahogy nő errefele a sugár, hogy jövök kifele, 0-0-0-0 fel, aztán pedig egy hiperbola, nem hiperbola, egy per egynézetes valami függvény. De a hiperbola az egy per x. Oké, tehát ez ennyi. Nagyon fontos a végére, ugye azt már láttuk, hogy a térerősséget hogy kell számolni ponttöltésnél. Amit ebben a feladatban látunk, hogy a görbszimmetrikus töltéseloszlás kívülről nézve, vagy a felületen, ugye a határon lévve, határon tartózkodva ponttöltésként tekinthető a terét tekintve. Tehát ekvivalens, a számolás szempontjából ki lehet cserélni, és ezért könnyebb. Mondom, ez olyan, mint amikor a bolygók közötti gravitációs teret ugye a bolygók középpontjai közötti távolsággal számoljuk, és akkor végül is pont tömegeknek veszik a bolygókat. Tehát ha ilyen téglateszterű bolygók lennének, meg itt tudom én ilyen halo, meg ilyesmik, akkor bázi nem lenne egyszerű. Na még vannak. Vízszintes síkú kondenzátor lemezek távolsága 5 mm. Mekkora a kondenzátor feszültsége, ha a lemezek közti légüres térben a 2,5×10⁻⁴ kulomb per kilogramm fajlagos töltésű kisméretű test éppen lebeg? Milyen irányú és mekkora nagyságú lesz a test gyorsulása, ha a kondenzátor polaritását felcseréljük? Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy elosztották a töltését a tömegével, és ennyi jött ki, de nem mondják meg külön-külön egyiket se, csak ezt a hányadost. Ezt hívják fajlagos töltésnek. Hát ez olyan, mint a fajlagos lóerő, ugye, hogy kocsinak kilogrammonként mennyi a lóereje, csak ez töltés. Hát igen, a töltés. A töltés. Be kell dugni a töltőt. Jó. Távolság 5 mm. A Q
per m az 2.5×10^4 coulomb per kilogram. Éppen lebeg. Ha lebeg, azt jelenti, hogy a gyorsulása az nulla. Hát null vektor, de most nullánál nem szoktam emiatt aggódni. Milyen irányban és mekkora nagyság lesz a gyorsulása? Ja igen, már mi a kérdés? Mekkora a kondenzátor feszültsége? Nevezzük ezt mondjuk A kérdésnek. A B kérdés meg, hogy mi lesz a gyorsulás, hogyha megfordítjuk a polaritást. Na először is, hogy mi az, hogy kondenzátor. Hát ugye töltések, de van egy olyan nagyon fontos törvényszerűség, hogy töltés megmaradás. Ez azt jelenti, hogy a töltés nem lehet elpusztítani, vagy létrehozni a semmiből. Még akkor is, hogyha mondjuk van egy hadron ütköztető, vagy akármilyen részecskérősítő ütköznek a részecskék, és keletkeznek új részecskék, meg eltűnnek a régiek, akkor is igaznak kell lenni, hogy a bemenő töltés, meg a kimenő töltés az ugyanakkora. Tehát új töltés nem keletkezik. Tehát nem úgy lehet feltölteni valamit, hogy rajta létrehozok töltést, vagy eltüntetek róla töltést, hanem úgy, hogy vagy ráviszek plusz töltést, vagy elviszek róla. Általában ugye az elektron szokták, mert ugye a fémnek a delokalizált elektronjai, azt lehet plusz rávinni, vagy mínusz, vagy elvinni, és akkor szegény lesz elektronban. És akkor pozitív töltési lesz. Mit akartam mondani? Ja igen, tehát ugye szétválasztani viszont szét lehet. Mert kezdetben az anyag meg a testek ugye semlegesek, és ha arról elviszek pár töltést, akkor töltött lesz. Viszont ha szétválasztom a töltéseket, akkor ugye köztük elektromos tér fog létrejönni. És minél messzebb viszem ezeket a töltéseket, a szétválasztott töltéseket, annál nagyobb feszültség keletkezik a töltések között. Na most, hogyha én úgy akarom szétválasztani a töltéseket, hogy hatékonyan, és ne keletkezzen közöttük nagy feszültség, akkor azt lehet tenni, hogy úgy tárolom őket, hogy nem vigyem őket messzire, vagyis minél közelebb tartsam egymáshoz őket. Ez valósítható meg a kondenzátorokkal. A legegyszerűbb az a síkkondenzátor, amikor van két lemez, ezek egymáshoz közel vannak, végtelen töltött síkoknak lehet őket tekinteni. Ugye az egyiken rajta vannak a pozitív töltések, vagyis hát pozitívan töltött, a másik negatívan töltött, és akkor ha mondjuk rákapcsoltam valamennyi feszültséget, és az áramforrással ugye hordtam az elektronokat innen ide, tehát az végzett munkát azzal, hogy feltölt, ugye itt egy vezetékkel össze kell kötni, és benne egy áramforrás, meg is rajzoltam, ilyen kék. Így össze van kötve. Ide a ráadókról egy feszültséget, amelyik ez áramkörök később lesznek, de ennyi talán már figyelembe vehetünk. Oké. Okay. És akkor itt van nekünk ez a pozitívan töltött Q töltésű M tömegű testünk. Nem mondják meg egyiket se külön-külön, de a kettőt együtt ugye a hányadosukat. Na most, ennek a testnek az egyensúlyához az szükséges, hogy az eredő erő az legyen nulla. Ha itt vannak a pozitív töltések, hát direkt úgy csináltam, hogy jó legyen, akkor ugye az elektromos tér a két lemez között az így szépen a lemezekre merülegesen és homogén módon fog a pozitívtól mutatni ugye a negatív felé. Mindenütt ugyanolyan térerősség van, felfele mutató. Na most emiatt erre a testre, amely pozitív, ez a coulomb erő fog hatni felfele. Na most csak a nagyságát írtam oda. És lefelé pedig természetesen foghatni a súlya, ami mg.
Most leegyszerűsítve, ahhoz, hogy az eredő nulla legyen, mivel ugye egy dimenzióról van szó, ugye csak mondjuk a z, ezért ha ez pozitív, mínusz ez, ugye nullát kell, hogy adjon, vagy még egyszerű mondhatjuk, hogy ugye ennek a nagysága egyenlőnek kell legyen a mg-nek a nagyságával, tehát a Coulomb erő nagysága az egyezzen meg ugye a súly nagyságával. Na most a Coulomb erőt azt úgy lehet kiszámolni, emlékezzünk vissza, az elektromos térerősséget úgy definiáltuk, hogy a próbatöltésre ható erő per Q. Fordítva is jó ez, ha most erőt akarnék, és térerősség van, vagy még nincs, de majd azt akarok, ezért aztán az erőt, ugye az van végül is, mg, ha ezt megszorozom Q-val, akkor megkapom az erőt. Tehát mindig igaz az, hogy a Coulomb erőt felirathatom úgy, hogy töltés szorozva térerősség, és akkor ez egyenlő mg-vel. Innen akkor ki tudom számolni szépen a térerősséget úgy, hogy mg per Q. Hát itt most próbálom külön g-t meg a Q-t így írni. Na most, van nekem olyan, hogy Q per m, itt meg van egy olyan, hogy m per Q. Hát akkor írjuk úgy, hogy ide lentre írom ezt az m-et, hogy 1 per m, tehát g per Q per m. Így. És akkor ezt a számot, jó, vettem volna a reciprokát megfordítva, és akkor m per Q, de csináljuk így, mert ez van megadva. 9,8 méter per szekundum nézet, ugye a gravitációs gyorsulás, ugye ez a súlyerő, és osztva akkor ezzel a 2,5×10⁴ Coulomb per kilogrammal. Kilogramm szó méter per szekundum nézet az newton per Coulomb térerőssége pont jó. 39.200. Newton per Coulomb. Ez lesz akkor a térerősség. Na most, feszültség rendes definícióját majd inkább a következő példával magyarázom el. Itt most legyen elég annyi, amit már mondtam, hogy az elektromos térerősség egyrészt azt jelenti, hogy egységnyi töltésre, egységnyi nagyságú töltésre mekkora erő hat, ugye newton per coulomb, vagy azt is jelenti, hogy egységnyi hosszra mekkora feszültség esik. Tehát, ugye van itt nekünk egy U feszültség a pozitív és negatív lemez között, ugye ezt úgy is hívják feszültséget, hogy potenciálkülönbség, ugye ez magasabb potenciálon van, mondjuk 12 volt legyen akkor, akkor ez 12 volttal magasabb potenciálon van, mint ez. Az, hogy most melyiknek mennyi a potenciálja, pontosan az is lényegtelen a potenciálkülönbség vagy feszültség szempontjából. Mondhatom azt, hogy ezt veszem 0 potenciálnak, és akkor ez 12 plusz, vagy lehetem ezt 12-nek, nem, vehetem ezt nullának, és akkor ez mínusz 12, vagy ha mondjuk ezt venném 12-nek, akkor ez már 24, tehát végül is a kettő közötti potenciál különbség a lényeg. Mi a potenciál? Potenciális energiával van kapcsolatban, majd a következő feladatnál megnézzük, meg hogy mi a feszültség, az meg a munkával van kapcsolatban, tehát hogy egy töltést, ha innen elmozdítok oda, akkor mennyi munkát végez rajta az elektromos tér per töltés. Vagyis ha egy egységnyi pozitív töltést mozgatok el az egyik pontból a másikba, hogy mennyi munkát végez rajta az elektromos tér, ez lesz a feszültség. Ugye egy tetszőleges töltést elmozdítva arányos lesz ez a munka a kis Q-val, de hogyha, mert ugye az erő is arányos, a munka az meg ugye először elmozdulás. Én úgyhogy csak kiosztom belőle a töltést, akkor kapok egy olyan mennyiséget, ami az egységi töltésre sem végzett munka. És ez a feszültség. Na, én is csak elmondtam. Jó, itt akkor ez megvan. Tehát
felhasználva, hogyha ugye egységnyi hosszra ennyi volt feszültség jut, akkor az egész D távolságra D-vel meg kell szorozni a térerősséget. Tehát egy ilyen esetben, mint egy kondenzátor, ezért szoktuk ezt használni példákhoz, hogy ilyen szép homogén tér van benne, ez azt jelenti, hogy mindenütt ugyanolyan irányú és ugyanolyan nagyságú. Ebben az esetben simán meg kell szorozni a térerősséget a távolsággal a lemezek között, és akkor ebből is látható, ugye, hogyha messze vannak a lemezek, az rossz. Mert akkor nagy számmal kell szorozni, és akkor nagy feszültség lesz. Ha valamilyen feszültséget bír előállítani az áramforrás, hogyha messze vannak a lemezek, akkor kisebb töltést tud felhalmozni a kondenzátoron. Ez azt jelenti, hogy kisebb a kapacitása a kondenzátornak. Ha közelebb visszük őket, akkor ugyanaz a feszültség nagyobb töltést tud felhalmozni, tehát akkor nagyobb lesz a kapacitás. 39.200 Newton per coulomb szorozva távolság az 5 mm, tehát 0,005 méter. volt. Hát nem 12 voltos, hanem 196 voltos, tehát ezt már nem lenne jó fogdosni. Hát ennyi jött ki. Oké. Na hát nem tudom, mennyit kell számolgatni, vagy magyarázni azon, mi történne, ha megforgatnánk, megcserélnénk a polaritást. Ugye, ha ez lenne a pozitív és ez lenne a negatív, akkor a fenti az még ráadásul ugyanezzel az FC erővel, vagyis hát azt taszítaná a lenti vonzanát, tehát ugyanez az FC erő, az lefele hatna. De ez az FC erő az ugyanakkor, mint az MG, vagyis a súly, tehát úgy viselkedne a test, mint hogyha kétszeres lenne a súlya. Tehát két MG hatna rá lefele. Természetesen, ha ezt beosztom a tömeggel, hogy megkapjam az A2-t, két G fogok kapni. Tehát 19,6 méter per szekund négyzet. 9,8-nak a duplája. Hát nem, hogy kiejteni a súlyát, hanem még ráduplál a súlyára a testnek is, akkor még jobban gyorsul lefele. Oké, majd szerintem ennyi. Hát esetleg itt megemlíthetem, hogy akkor megbeszéltük, hogy a kondenzátornak a kapacitása, az a kondenzátornak, hogy egységi feszültséggel mekkora töltést tudok felhalmozni. Vagy átszorozva írhatjuk ugye, hogy kucu. Ez a kucu képlet, ahogy meg szokták érezni. De ez a kapacitásnak a definíciója. Na és akkor, hogy hogyan kell kiszámolni egy ilyen sík kondenzátornak a kapacitását? Hát ugye azt láttuk már, hogy minél közelebb vannak a lemezek, annál jobb. Mert ugye akkor ugyanaz a töltésnél kisebb lesz a feszültség. Észerté. Hát, hogy lehet több töltést felhalmozni valamilyen lemezen? Hát minél nagyobb a lemez, ugye? Mert akkor a felületi töltéssűrűség adott értéke esetén, ami mondjuk a térerősséget egy az egyben meghatározza, hogy milyen sűrűn vannak a felületen a töltések. Ha kétszer akkor a felület, akkor kétszer annyi töltés van a lemezen, ugyanolyan sűrűség esetén. Tehát természetes, hogy a kapacitás az arányos lesz a felületével ennek a lemeznek. És még olyan is lehet, hogy ugye ezt megtöltjük valamivel az anyagát, és akkor ugyanolyan töltések, hogyha egy dielektrikummal, valami műanyaggal vagy ilyesmivel meg van töltve, nem pedig vákumban benne, vagy levegő, akkor amennyi a relatív permittivitása az adott anyagnak, annyi a részére fog leesni a térerősség az anyagban, ennek folyamányaként annyi a részére esik le a feszültség is,
ezért aztán annyi szorosára fog megnőni a kapacitás. És akkor már csak egyetlen egy dolog hiányzik, ez a vákum permittivitás, tehát ez a relatív permittivitás, ez meg a vákumnak a permittivitása, vagy dielektromos állandója, jól nézve 8,85 × 10^12 Newton-méter per kulomb négyzetnek kell az reciproka, így, mert van egy összefüggés a kulomb állandó meg a vákum permittivitás között, hogy a kulomb állandó az felírható úgy, hogy 1/4 pi epsilon mu. Na, hát már lehet, hogy többet is mondtam, amennyire jegyet vettetek. Aki, hát minél többet meg tudtok ebből jegyezni, meg érteni, annál jobb. És akkor majd egyetemben nem kell ezt tanulni semmit, ezt elővenni megint. Oké, akkor ez is megvan, nézzük a hatos feladatot. Tehát már egész sok mindent megbeszéltünk akkor itt a... Az elején ezt a sok-sok fogalmat le kell tisztázni, hogy térerősség, kapacitás, feszültség, potenciál és hasonló. Felpörgetni a dolgokat. Ujjjjj. Homogén elektromos mező az erővonalakkal párhuzamosan elmozdít egy 2×10^8 kulomb töltésű és 5 g tömegű testet 25 centis úton. Úgy, hogy közben 0,0025 joule munkát végez. A. Mekkora a testrató erő és mekkora a térerősség nagysága. B. Mekkora a kezdő és a végpont közti feszültség, mekkora sebességre gyorsult fel a test, ha a kezdetben állt, és a nehézségi erő hatásától eltekintünk. Hát valószínű ez az erő, ami hat a test súlyának ilyen néhány millió, tízmillió, százmillió vagy milliárdszorosa. Úgyhogy, mondjuk nem egy részecskéről van szó. Úgyhogy annyira nem durva a helyzet, mondjuk egy elektronnál lehetne olyan, de valószínű sok-sokszorosa, tehát több ezerszerese, és akkor el lehet hanyagolni a gravitációs erőt. Vannak olyan feladatok, amikor mondjuk egy proton mozog, vagy egy elektron mozog, és akkor a elektromos tér hatására, vagy mágneses tér hatására, és akkor ha a poénból kiszámoljuk a gyorsulást, akkor ilyen néhány milliárd G jön ki, mondjuk a atomban az elektron, ahogy megy körbe-körbe, még mozog. Oké, megvan adva a töltés, most akkor írom kiskúval, hogy próbáljuk ezt a töltést, hogy próba töltés. Tömege meg, hogy 5 g, ne olyan 5 g. Ugye ez akkor 5000 kg, 5 g. 25 centis úton legyen akkor ugye F-szer-S, hogy ismerős legyen, akkor S-sel jelen ugye az út, hogy 25 centi. Akkor ezt is írom egyből már, hogyha így belejöttem, hogy 0,25 méter. És a munkavégzés eközben ugye 0,0025 joule. Mekkora a testreható erő és mekkora a térerősség? Hát most szerencsénk van, mert egyenes mentén mozgatja a homogén erőtér a testet, tehát minden pontban ugyanakkora és ugyanaz irányú erő hat, minden pontban ugyanakkor és ugyanaz irányú a térerősség is, ezért aztán osztok-szorzok, ennyi lesz. Mekkora a kezdő és végpont közti feszültség? És mekkora sebességre gyorsult föl a test, hogyha kezdetben állt. Tehát nulla volt a V1. Írtam valami is, hogy a V0 az nulla, és akkor a V az kérdőjel, hát most már így sikerült. Hát az egyes állapot a kezdő állapot.
itt az egyes állapot, és itt van akkor a kettes. Ugye itt azt mondjuk, hogy a V1 az 0, itt meg valami V2 van. Ez a pozitív töltés akkor itt éppen ezzel a V2 nagyságú sebességgel repül arra. Van neki Q töltése, M tömege, és ha ide is berajzolom ezt a testet, a közbűső állapotot, ha megnézzük, akkor ugye a nulla sebességről, ha el akar érni egy ilyet, akkor valószínűleg kell neki itt egy erő, ami ugye hat erre felé, F nagysággal. Jó, hát hivatalosan igen, mondjuk rá lehet egy nyilvat mindjárt a vektorjeleket, de ezt hát leszoktam, hogy oké. Tehát először is megadják a munkát. Na most ilyen esetben, amikor egyenes mentén mozog a test, és végig jön az az erő hat rá, és ugye ez az S utat teszi meg, akkor F-szeres. Először elmozdulás. Tehát dupla V egyenlő F-szeres. Mivel az S-et is tudjuk, meg az a dupla V-t is, ezért az erőt innen nagyon egyszerűen ki lehet számolni, hogy dupla V per S, vagyis az egységi hosszra jutó munka. Igen. 0,0025 Joule per 0,25 méter. Hát ha a 0,25-tel leosztuk, akkor ez már csak 1 lesz, és 100-al megkörülte szerintem 1 század newton. Azért leellenőrzöm, hogy benézem. Igen, 1 század newton. És akkor mekkora a tierősség? Hát ugye a térerősség az az egységi töltésre jutó erő, tehát ezt akkor úgy tudom kiszámolni, hogy F per Q. Megadták, úgyhogy szépen elosztom. 0,01 newton osztva 2×10⁸ kulomb. Ez jó sok lesz. Az már ugye 10⁸-al, akkor az 1 millió per 2500 ezer. 5×10 az ötödike. Oké, B. Tehát arra felé hadd szépen ez az 500 ezer newton per méter, vagy newton per kulomb, mindig összekeverem. Tehát itt van newton per kulomb. Már a volt per méterre gondoltam, ami következőbe kell. Tehát a feszültséget azt megcsinálhatjuk úgy, mint az előbb, hogy azt mondom, a térősség ugye az egységi hosszra eső feszültség, és akkor csak megszorzom a hossza, vagyis az S-sel. És akkor az jön ki, hogy 5×10⁵ volt per méter, szorozva a 0,25 méterrel. Tehát 1/4 kell venni, az 1,25. 1,25×10⁵ volt, vagyis 125 kiló volt. Hát jó sok. És mekkora lesz a sebessége ennek a testnek? Na most a sebességet abból tudjuk kiszámolni, hogy ugye megvan, hogy itt nulla a sebesség, nulla a mozgási energia. Ezáltal, hogy 0,0025 Joule munkát végez a kezdetben nyugalomban lévő testen, az elektromos erő, ez azt jelenti, hogy ennyi energiát ad neki. Ez az energia ugye egy testnél, ha mozog, úgy fog realizálódni, hogy mozgásenergiaként,
Ezért aztán itt a végén a mozgás energiája a testnek 0,0025 lesz. Ez foglalja össze ugye a munkatétel, ezt láttuk még a mechanikánál, a testen végzett összes munka az egyenlő a mozgás energia megváltozásával. És akkor az összes munka az ennyi, a mozgás energia meg nulláról megnő egy-kettedem végzetre. Ezért aztán két dupla v per ennek a gyökere lesz a v. Vagyis 0,005 osztva a 0,0025, ez is, nem hiszem el, 5 kg, és akkor ennek kell a gyöke, de ugye egynek a gyöke. Ja, mi csináltam azt, hogy... Hát egynek a gyöke az, hogy... Mindjárt idézem. Annyi. Nem akartam eljönni, hogy ilyen kicsi, de hát... Hozzávaj szokva, hogy ilyen részecskéken ugye ilyen brutál sebesség jön ki, de azért ez az 5 gram, ez már nem picike részecske, úgyhogy csak 1 méter per szekundumra gyorsul föl. Itt majdnem lefagytam, hogy ilyen kicsi valamit elnéztem. Oké, mi hiányzik még? Hát végül is más nem. Nézzük csak meg akkor, amit mondtam, hogy a feszültség az a... Ugye ebből a pontból indulunk, 1-esből a 2-esbe, van nekünk ez a W1-2 munkánk, ez a 0,0025. Ha ezt, mivel ugye ez írható úgy, hogy F-szeres, ugye is ide jó, hogy 1-2, 1-ből a 2-be, de most így külön. Ugye itt az erőt, ezt írhatom úgy, hogy T-erősség szorozva Q. Tehát ahogy az egyes pontból, vagy A pontból a B pontba elmozdítjuk, nem muszáj magától, valahogy elmozdul a töltött részecske egyik pontból a másikból, ugye a elektromos tér ennyi munkát végez rajta. Na most nagyon jól lehet látni, hogy ez arányos lesz, nem csak akkor, hogy ilyen egyszerű kiszámolni, hanem bármikor, mert ugye a tér minden pontjában ez az erő, ez arányos lesz a Q-val. Úgyhogy nyugodtan behozhatom ugye a kis Q-val ezt az egészet, és akkor azt fogom kapni észer S1-2. Na de pontosan ez az 1-2 pontok közötti feszültség. Jó? Vagy potenciál különbségek is mondják. Hogy lenne a potenciál? Először is a potenciálhoz, ugye ugyanúgy, mint a potenciális energiánál, választani kell egy nullpontot, aminél azt mondjuk, hogy ott a potenciális energia nulla. Legyen mondjuk a végtelen. Vagy mindig itt van. És akkor a potenciál itt az az lenne, hogy mennyi munkát végez, vagy potenciális energia itt az az lenne, hogy mennyi munkát végez az elektromos tér, ami ide elmozdul. Legyen mondjuk ez a Z pont, ez a Z-us pont. Nulla a potenciális energia. Oké, ez lenne itt akkor az egyes pontban a potenciális energia, hogy W1Z. A kettes pontban a potenciális energia az az lenne, hogy W2-től az Z-us pontig. Igen ám, de ezek a munkák, ezek, ja és akkor ugye, ha ezt a kettőt kivonom, akkor megkaphatom ugye a W1-2-t úgy, hogy a W1Z mínusz a W2Z különbsége, és akkor az ugye a két potenciális energiáknak a különbsége. Ezt már láttuk a mechanika résznél. És akkor ugye kijött a mechanika energia, meg ilyesmi. Tehát nem erre akarok most fókuszálni, hanem azt, hogy ez is arányosabb, ugye mert benne van ebben szépen a Q, amit az erő is, akkor abban benne van a Q. Tehát el lehet osztani ezt is Q-val, meg ezt is Q-val.
Ezért aztán ezt elosztva a Q-val, akkor kapom a feszültséget az egyes pont és a null pont között. Nem, ez följöhető úgy, hogy a feszültség szorozva a töltéssel. Ez akkor észer S1Z. Tehát amit itt ki akarok hozni, hogy az egyes pontban a potenciál, igen, a potenciál az egyes pontban az, hogy az egységi pozitív töltést mennyi munka lenne elmozgatni a null pontban. Jó? És akkor végül is írható úgy, hogy a potenciál az a potenciális energia per a töltés, tehát joule per coulomb, és akkor így jön ki a volt. Joule per coulomb, az lesz a volt. Tehát a potenciál az egyes pontban, és a feszültség az egyes és kettes pontok között, az meg a potenciál a különbsége, az egy és a kettes pontnak a különbsége, potenciáljának. Ezért hívják a feszültséget potenciál különbségnek. Jó, ez is megvan. Na, akkor mégis megbeszéltünk mindent. Potenciál, potenciális energia, feszültség, munka, elektromos térerősség, kapacitás, kondenzátor. Hát általában a végteremben szokták, tehát egy véges töltéseloszlásnál ugye a töltések helyén eleve nem lehet null pontot venni, mert akkor ott ugye a Coulomb erőtörvényt meg a térerőségnek a képletét, ha megnézzük, ugye nulla távolságnál nulla lenne ott a térerőség, tehát ott az nagyon nem jó. Úgyhogy ilyen véges töltéseloszlásoknál ugye egy per egyenletesen szépen csökken a térerősség, a nullához tart ugye a végteremben, hát akkor a végteremben tök jó egyszerű venni a null pontot. Jó, a hetes feladatot hagyjuk meg jövő hétre, mert azt mindig általában, mert már eléggé halad az idő, ha jól emlékszem, úgyhogy nézzük a kis kérdéseket inkább. Igen. Hát a fene tudja. Meglátjuk. A matematikai inga lengés ideje nagy T. Az inga test egy szigetelő anyagból készült golyó, melynek pozitív töltést adunk, majd az inga alá negatív töltéssel ellátott szigetelő síklemezt helyezünk, mely közelítőleg homogén elektromos teret hoz létre. Hogyan változik az inga lengés ideje? Nagyobb lesz, marad, kisebb lesz. Na, rajzolok egy kicsit, hogy lássuk. Itt van akkor ez az inga. Oda-vissza leng. Inga test egy szigetelő anyagból készült golyó, melynek pozitív töltést adunk. Oké. Plusz Q. Inga alá negatív töltéssel ellátott szigetelő síklemezt helyezünk. Mely közelítőleg homogén elektromos teret hoz létre. Na most akkor
milyen erők hatnak erre az ingára. Ugye normál esetben, mikor van egy ilyen matematikai inga, akkor azt a gravitációs tér, tehát a súlyerő mozgatja vissza, mindig ide akarja visszamozgatni végül is, de túlleng és akkor oda visszamegy. Tehát egy mg az mindenképpen van. Ugye, ha megnézzük a periódus idejét egy ilyen ingának, akkor az ugye kπ-szer gyök alatt, és akkor ugye minél hosszabb, annál rosszabb, annál lassabban tud lengeni, és minél erősebb a gravitáció, hát ha változna, de ugye itt a Földön nem változik, de mondjuk a Holdra vennénk, akkor volt egy olyan példa, amikor kisebb. Ugye, ha nem lenne gravitáció, akkor mi mozgatná az ingát? Ugye akkor nagyon sokáig, sőt, nem is járna oda-vissza. Ezért aztán minél erősebb a gravitáció, annál gyorsabban tudja egy oda-vissza mozgatni. Természetesen ezért a periódus idő az rövidebb, hogyha erősebb a gravitáció. Na most, ha vonzó kölcsönhatás lép föl itt a pozitív és negatív töltések között, akkor itt ez a Coulomb erő, ez effektíve segít a gravitációnak. Tehát folyamatosan ugye lefelé vonzza a... mivel homogén a tér, ezért ugye mindenütt, ahogy leng, ugyanakkora. Tehát ez olyan, mintha végül is effektíve megnöveltük volna a gravitációt. Mivel effektíve megnőtt a gravitáció erőssége, vagyis az a vissza... az az erő, ami ugye vissza akarja téríteni a egyensúly pozícióba az ingát, ezért aztán lecsökkent a periódus idő. Tehát természetesen le fog csökkenni. Oké, ez az egyik. Lejjebb kell vinnem a... Ez is rajzolok majd. Két egymástól nem nulla távolságra lévő rögzített pontszerű töltés nagyságának abszolút értéke azonos. Abszolút értéke azonos, de lehet plusz-plusz, minusz-minusz vagy plusz-minusz. Lehetséges-e olyan eset, amikor a két töltéstől véges távolságban valahol az eredeti erősség nulla? Ugye meg kell nézni, hogy egyik milyen térőséget hoz létre, a másik, és akkor a vektorokat kell összeadni. Lehetséges, de csak ha a töltések azonos előjelűek, lehetséges, ha a töltések ellentétes előjelűek, mert ebben az esetben kioldhatják egymás hatását. Nem lehetséges, mert mindkét töltésnek van térőségjáruléka. Na hát nézzük meg a különböző eseteket. Nem csak így hirtelen rávágjuk. Hát jó, persze az érettségi elég, ha rávágja az ember, feltéve, hogy jó. De azért most próbáljuk meg is érteni, hogy mik lehetségesek. Hát itt az a kikötés, hogy egyenlő a töltések abszolút értéke. Ugye most azt, hogy plusz-plusz vagy mínusz-mínusz, az mindegy. Nézzük először azt, amikor plusz-q, tehát ez pozitív, ez meg negatív. Ha veszek egy tetszőleges pontot, mondjuk itt, akkor ugye ennek, ha hát mondjuk mindig jelölöm akkor pirossal meg kékkel a két jelölőséget, és nézzük meg, hogy lehet-e az összeg negatív. Nulla. Ugye ez elfele taszítana egy pozitív egységi töltést, tehát erre lesz neki az elektromos tere, ugye így. Ez pedig vonzana egy pozitív egységi töltést, úgyhogy ennek az elektromos tere így lesz. Na most ezzel el akartam kiukadni, hogy tök mindegy, hogy milyen töltésekről van szó. Ha nem ezen a vonalon vagyok, akkor látszódik, hogy a két vektor iránya az nem lesz egyenesen. Ezért esély nincs arra, hogy ezek valahogy kiejtsék egymást, mert ugye ha nem ellentétesek, akkor nem tudják kiejteni egymást. Tehát mindenképpen az egyenesen kell lennie annak a pontnak, ha létezik olyan pont, ahol kiejthetik egymást ezek a térőségek. Na most,
Ugye, ha a kettő között nézem, akkor ez továbbra is taszít, de ilyen mondjuk középen, ugye, mert hogyha, ha valami jó, akkor itt lenne középen. Ugye rendben van ez taszít, de ez meg vonz. Úgyhogy összeadódik, és akkor kétszer ekkora, tehát akkor nem lesz nulla. Na most mondhatnánk, hogy elkezdtek akkor menni errefele, hogy jó legyen, ugye akkor ez nőni fog, ez nem, de mindig jön abba az irányba, tehát a kettő között biztos nem lehet. Jó, akkor menjünk kintre. Na most, hogy ide jövök kintre, vagy ide jövök, és az teljesen mindegy. Nézzük meg akkor, ha itt vagyok, akkor ennek van egy jó nagy terem, mert ugye közel vagyok hozzá. Ez vonzani fog, tehát az irányok azok ellentétesek, még úgy rendben is van, de ugye ez jóval kisebb lesz, mert messze van. Ezért aztán, hogyha itt vagyok kívül, akkor végül is mindig közelebb vagyok ehhez. És mivel a töltések ugyanakkor áll, hiába megyek elfele, nem tudok annyira kompenzálni azzal, hogy messzebb megyek, hogy ugye a, ha esetleg ez egy kicsit több lenne, akkor elérhetnék egy olyan távolságot, amikor rendben van, hogy ehhez közelebb vagyok, de ez meg nagyobb, és akkor mégis kiesik. Így, hogy ezek abszolút értékben ugyanakkorák, végtelenbe kéne elmennem, és azt mondták, oda nem mehetek el, hogy ugye nulla legyen a tér. Tehát, ha ellentétesek a töltések, akkor sehol nem lehet, mert itt ugyanezt kéne csinálnom, mint itt, csak ugye akkor két lenne elrepülős meg visszafele. Tehát ez is semmiképpen nem jó. Nézzük meg akkor azt, hogy plusz-plusz, vagy minusz-minusz, nincs mindegy. Na most, az, hogy a vonalon kell lenni, egyenesen kell lenni, az ugye egyértelmű. Ha kívül vagyok, itt vagy itt, mind a kettő taszít, tehát esély nincs arra, hogy kiessen. Ha közte vagyok, akkor egyik erre, másik arra, így már van esély, hogy kiessen, és hol fog kiesni? Hát természetesen ugye itt a középen. Tehát csak úgy jó, hogyha a két töltés, ha egyforma, abszolút értékben, akkor csak akkor lehetséges, ha egyenlőek, és a távolság is egyenlő a kettőtől, és pont a vonalon vagyok, hogy a két térerősség járulék, azok két ellentétes irányú ugyanakkor a vektor legyen. Úgyhogy lehetséges, de csak ha a töltések azonos előjelűek. Jó, és akkor még nézzük meg az utolsó kis kérdést. A képen egy Van de Graaff generátor fémgömbje és egy töltetlen, könnyű, fémből készült kis gömbhéj látható, amit fonálon a generátor mellé függesztünk, itt látható. Tehát ezt jól feltöltjük, azt a nagy gömböt, legyen mondjuk pozitív. A kicsi az meg egy fémgömb, de semleges. Mi történik, ha feltöltjük a generátor fémgömbjét? A generátor először eltaszítja a kis gömbhéjat, azután magához vonza. A generátor először magához vonza a kis gömbhéjat, majd érintkezés után eltaszítja. Mivel a gömbhéj semleges, ezért nem történik semmi. Hát nem tudom, mármint az, hogy ezt végezte már el valaki, ezt a kísérletet. Ugye azt tudjuk, ha valamit feltöltünk, akkor azok magához vonzák a picike testeket. Hogyha nagyon feltöltjük, akkor nagyon vonzák magukhoz. Na most ugye ezért a vére gyanakszunk, tehát hogy először eltaszítani biztos nem fogja, hogyha kezdetben ugye a kis gömb semleges. Itt van akkor a nagy gömbünk. Legyen akkor ez egy nagy-nagy pozitív, ugye. Ennek is a külső felületén fog elhelyezkedni szépen ez a sok-sok pozitív töltés. És itt meg a kisebb gömb, azért akkor átrajzolok, hogy látszódjon valami, ugye ez semleges. Na most, az, hogy ez semleges, az nem azt jelenti, hogy nincs rajta egyáltalán töltés, hanem azt jelenti, hogy a pozitív és negatív töltések úgy oszlanak el, hogy mindenütt egyforma koncentrációban vannak jelen, és akkor ugye
ez úgy minden pontban semlegesnek látszódik ez a test. Ez egészen addig így van, amíg nincsen külső tér, amely ezeket a töltéseket, amelyek ugye benne vannak ezek a delokalizált elektronok a fényben, el tudják mozgatni. Mégpedig mi történik? Ez a pozitív töltés ugye a negatív töltéseket vonza, a pozitívakat megtaszítja. Ezért az fog történni, hogy a kezdetben egyenletesen elosztó plusz és mínusz töltések, tehát hogyha mondjuk a töltés középpontját kiszámolnám a plusz töltéseknek, meg a mínusz töltéseknek, akkor ugyanúgy itt a közepét kapnám, tehát egy semleges testet kapok mindenütt, el fog tolódni, mégpedig a pozitív töltések középpontja az messzebb, ugye mert taszítja a másik, a negatívat pedig vonza. Tehát az történik, hogy végülis polarizálja ezt a fémet, ez a töltött gömb. Na most innentől már egyből látszódik, hogy mi történik. E kettő között ugye vonzás alakul ki. Viszont, amikor, tehát az összetöltés még mindig nulla ezen meg egy csomó. De abban a pillanatban, amikor összeérnek, akkor már egy közös fémdarabot alkotnak. A közös fémdarab minden pontjában ugye ugyanannak kell lennie a potenciálnak, vagyis belsejükben mindenütt nullának kell lennie a térerősségnek. Közösen akar ez a sok-sok pozitív töltés egymástól minél messzebbre kerülni. Ezért aztán természetesen kisebb gömbön ugyanolyan töltéssűrűséggel, felületi töltéssűrűséggel kevesebb töltés fog felhalmozódni, de mindenképpen, ha mondjuk feltennénk, hogy a pozitív az át tud menni ide, hát valószínűleg elektronok fognak innen inkább ide menni, de mindegy, tegyük föl, tehát valamennyi töltésnek át kell menni erre. Ezért aztán a végén, az összeütközés után kapunk két pozitívan töltött gömböt, amelyek természetesen eltaszítják egymást. Tehát ez úgy történne, hogy itt van ez az egyik gömb, legyen akkor piros, mert ez nagyon töltött, ez a kezdetben semleges, ugye oda vonza, feltölti, eltaszítja. Igen, ám de hogy eltaszítja, ugye kileng, ez így visszajön. Aztán megint, és akkor itt szerintem így oda-vissza így mozogna a kis gömb, mert sehol nem tudna meg valami egyensúlyi pozícióba. Hát még akár, ha meg is próbálnánk így odállítani, így megtartsa, akkor így elbicsakolna, vagy nem tudom, tehát még oldalirányba kilengene. Tehát valami érdekes mozgás, de az első mozgás mindenképp az nő. És utána viszont egyből taszítaná el, tehát a B. Na jó, akkor egy feladatot a következő hétre átviszünk. Na jövőre már emlékszem, hogy most sem emlékeztem rá, hogy ez nem fér általában bele, főleg, hogyha vannak itt emberek is. Ugye azért csak kérdezgetnek meg ilyesmi, de semmi baj, mert időnk mint a tenger, akkor jövő hétfőn ezzel folytatjuk. Most nagyon sok dolgot megbeszéltünk, ezeket a fogalmakat, remélem ez egy kicsit ülepszik, és akkor majd ezzel tudunk dolgozni a továbbiakban. Na, sziasztok!